Meghalt ez a kisfiú is, aki testvéreivel együtt a Heves-megyei Nagyfügeden esett bele a tűz-víz tározóba. A 2 éves Danika, 3 esztendős bátyja Kristóf és 5 éves testvérük Bálint a kertben játszottak, míg az anyjuk legkisebb testvérükkel foglalkozott a házban. Ekkor szöktek el a közeli tűz-víz tározóhoz, amiben beleestek, és életüket vesztették. A tények összefoglalói után ezzel a témával kezdünk. Van egy ilyen tűzi víztároló, ugye, vagy nem is tudom pontosan, igen, milyen neve, ez egy mély, egy teli vízzel, egy medet szülőtől, családtól, neveltetéstől, de hogy mi az, ami inkább az értelmi képességeit illetően, amikor már fel tudja fogni, hogy mi veszélyes, mi nem veszélyes. Receptet nehéz egy testvérben, egy nagyobb testvér egy idő után önmaga is felelősség. Anyáskodik, apáskodik a kicsi felett, tehát, hogy ez egy fontos szerep is. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy az óvodáskor erre egyáltalán nem alkalmas, és iskoláskorban meg nyilván egyéni, vannak akik nagyon felelősek, szabálykövetőek, tehát akár már alsóban is lehet ilyen, hogy... Nagyjából ez a 10 év körüli életkor, amikor már egy picit úgy egyedül lehet hagyni, rá lehet bízni felelősséggel azt, hogy akkor jó, most gyere, menj ki az udvarra, látlak, de te is gyere be fél óránként, tehát nagyjából ott van ez a határ az én értékrendem. Én is fontosnak tartom, hogy igenis felelősséggel tartozik a szülő minden pillanatban a gyerekért, hogy az egy biztonságos környezetben legyen, és ez sajnos még nem ilyen egyértelmű, én azt gondolom. Köszönjük, hogy itt voltak és elmondták ezeket. Abban, hogy akkor mit szeretnének, milyen százalékos béremelést, milyen évekre előre irányozva? Mi nem értjük tulajdonképpen a BKV vezetését sem, hogy miért ragaszkodnak a 34 milliárd forinthoz, ami végülis a 3 évre szóló elkötelezettséget jelenti, mikor úgy tűnik, hogy egyetlen források innentől kezdve közös egyeztetéseken zajlanak tovább. Hogy majd a vége ennek az egésznek mi lesz, illetve lesz-e megállapodás, és ennek a megállapodásnak mi lesz a tartalma. Valamit, hogy mi lett ennek az egyeztetésnek a végeredménye? Nem tudom, hogy mi lett, viszont azt tudom, hogy minek kellene lenni. Eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen. Betarthatók, és ugye ezek nem váltották ki a gyógyszereket, tehát az meg, hogy az emberek nem néznek utána, hogy van-e cukoranyagcsere zavarok, vagy sem, ez szerintem általános probléma. Miért kéne utána nézni ennek? Igen, de itt van egy sel. Ezt úgy hívják úgy, hogy rejtett cukorbetegség, tehát az éhomi vércukorszint, amit ugye vénás vérvétellel nézünk, tehát az újbejegyből mért vércukor közelítő érték. Akkor probléma, akik egyáltalán nem fogyasztanak cukrot, meg édességet? Súlyosan kialakulhat, leginkább azért, mert nem lehet úgy élni, hogy nem fogyasztunk cukrot, a szénhidrát. Eljöttek hozzánk. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. TV2 is akár. Ugye az ebből befolyt összeget mire fogjuk fordítani? Uh-huh. Száma Magyarországon, ezért nagyon fontos az, hogy próbáljunk olyan akciókat szervezni, amivel meg tudjuk azt mutatni, hogy... De Bor, ez tényleg tipikusan egy olyan téma, ami szerintem vonzó lenni. Igen. Fiatalok is szeretik, igen, általában. Meg a technika, olyan technika van most már a borászatok folyamatnak, és ehhez ilyen akciókat tervezünk és szervezünk. Köszönjük szépen, ennyi volt, ennyire jutott. A vasárnapi nagy duettben Ábel Anita és Emilio remek produkcióját láthatták a nézők, ahol a páros nem csak az ének, de a tánc tudását is megcsillogtathatta. Vendégünk a stúdióban Ábel Anita és Emilio. Jó reggelt kívánok! Nagyon jól éreztük magunkat, és én úgy szeretlek. Én is. Vajon mindenki szerelmet a másik? Azok a párok is, akik nem voltak még annyira közel egymáshoz, ez az első produkció annyira összehozza őket, mert a színpad az egy borzasztó intim közeg, még akkor is, ha sokan nézik. Legalább csak egy ha egyik kötő tudja, az elég szerintem. Ennyi. És a te drága anyósod azért lesz, és jó lesz nagyon. Én nagyon várom ezt a produkciót. Imádnálak téged mondjuk egyébként. Hát minden este hétfőtől a nézők láthatnak engem, mert már szerintem úgy, hogy a fülökön fogok élni. Annyit szeretnék elmondani a műsorról, én imádom. Jönnek az Emilék is, esténként egy kicsit kikapcsolódj. És közben még elkezdtem próbálni is a játékszínbe, úgyhogy így most már hogy annyira uncsiztam. Jó, néha azért aludjál egy picit, jó? Mert annyira rosszul nézni. Nem, 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 csak úgy.
Ónodi Eszter két éve bárkit kinevetett volna, hogyha azt mondja neki, egyszer lefutja a félmaratont, ennek ellenére most hétvégén mégis vállalkozik a kihívásra. Ugyanúgy, mint Mars Janikó, aki viszont hosszú évek óta szenvedi. Volt semmifajta elvárás magammal szemben. Ez egy picit más típusú dolog volt, amit az elmúlt két hónapban végeztem. Ott inkább a magára futásra koncentráltam, ami néha gyötrelmes volt, néha nagyon-nagyon könnyen ment, de azt mindig el tudom mondani, hogy még a leggyötrelmesebb pillanatban is. Sokkal jobban szeretem, hogyha ti vitatkoztok egymással. De egyébként akkor a Jenit megkérem, hogy legyen kedves mutatni a lábát, mert hogy gyönyörű a lába az Anik. És beszólt a rendőr. Oda légy szíves, akkor légy szíves. Tudjátok, mikor csináltam utoljára? A kandalló elé. Aci, legyél kedves. Tökéletes. Na jó, ez nyilván futással is lehet így alakítani ezeket a lábakat. Én nagyon sokat szoktam futni. Tényleg? A gyerekkorom óta, ez a futás, ez egy dögunalmas dolog, nem? Csodálatos. Futás. Drukkolunk.